Ej, ne okoskodj, ne halogass, ház a sattyán, ne vádogass. Hajdan a dajdan a dajdan a dajdan a dajdan a dajdan. Ej, ne te kis nanadonyos vagyok, kirec gyermek apja vagyok. Aki egyszer már hallotta énekelni a Vivat Bachus énekegyüttest, biztosan szívesen emlékszik vissza az élményre. Ők is csatlakoztak a Philharmonia Magyarország kezdeményezéséhez, és járják a lakótelepeket, parkokat, hogy pár perc vidámságot vigyenek a bezártságba ítélt emberek mindennapjaiba. Bonyhádon is szívesen fogadták őket, és ezúttal olyan közönség előtt játszhattak, akik igazán megsínylették a vírusveszély miatti bezártságot. De én ezt soha nem bánom, hiszen pont ez volt a cél. Legyen végre egy kis szünet, és kezsegjen a vér. A zenét a térzenékre, a terekre, az, ez esetben az 5000 fő lélekszámmal nagyobb lakosságú városoknak a köztereire kihozzuk, és a vírushelyzet ezt húzta keresztül, és gyakorlatilag nem hivatalos, de én azt hiszem, hogy az országban jelenleg az egyetlen létező, felelhető, nem hivatalos program, ez a bizonyos panel projekt, hogy a legfurcsább, leglehetetlenebb játszótérben, homokozóban, ablak alá, éppen a valakinek a konyhája alá odaállunk és énekelünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú intézményben a meglepetés során mindig háromszor annyira hálásak a kis öregek, ha szabad így mondanom a szó legpozitívabb értelmébe, mert nyilvánvalóan ezen a helyen amúgy is kevesebb műsor van, jut, nem erre van gondolom büdzsé sem, lehet, hogy a kreativitás az éves terv sem ezt tartalmazza, annál inkább lehet látni a kis arcukon a meglepetést és az örömöt, tehát még szerintem ilyen intézményből el nem jöttünk úgy, hogy ne azt láttuk volna, hogy ide bizony nagyon érdemes volt hozni 35 percnyi hangulatot. Ugyanolyan egyenrangú közönségként tekintünk rájuk. Egyszerűen ott ülnek előttünk, fülelnek, hallgatnak, onnantól kezdve nekünk egyféle közönség van, aki ott van előttünk. És neki kell énekelni, akár ketten vannak, akár 1327-en. Ez teljesen mindegy. Ez inkább élmény mindenkinek egy kicsit, hogyha nem minden nap énekel az ember öreg otthonban, idősek otthonában, a picik öregeknek. Úgyhogy ez mindig egy különleges zenei élmény is, meg inkább az ő arcukat érdemes figyelni közben. Két hónapos kemény intenzív időszakon vagyunk túl, teljesen elzárkóztunk mindenféle közösségi élettől, ugye szigorúan tartjuk a vonatkozó szabályokat, és bizony ez megnehezíti a mindennapjainkat, ezért kifejezetten nagy örömmel fogadtuk polgármester asszony által felkínált lehetőséget, hogy egy ilyen nagyszerű élményben lehet részünk itt a mai napon. Egy kicsit kizökkentünk, örömmel fogadták az idősek, hogy egy másabb a nap. Tehát azért mi meglehetősen nyílt intézmény vagyunk, tehát igyekszünk mindenféle közösségi programon, rendezvényen, kiváltképp a helyi programokon részt venni. Nagy hangsúlyt fektetünk a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. Most mindez nem lehetséges, úgyhogy kifejezetten felértékelődik egy ilyen program. Azok a fajta mindennapos kontaktusok a családdal, itt azért gyakorlatilag minden lakónk napi szintű, közelnapi szintű intenzív kapcsolatot tart a családtagjával, tehát jönnek a gyerekek, jönnének. Ez most nincs. Lehet telefonálni, videótelefonálni, de azért az nem olyan, tehát ez hiányzik. Egy ilyen program jelentősége mindig azért óriási, mert ugye előtte is foglalkoztatja az érintetteket, és hát utána is, tehát van miről beszélni. És hogy mennyire megdobogtatta az idősek szívét ez a feltájóra, álljon itt a legautentikusabb vélemény. Nagyon jó, kedves. Én nem is láttam még ilyen szépet, ilyen együttest én nem láttam még. Tiltakoztunk egy kicsit, hogy minek, de most nem bánom, nagyon szép. Ilyen élményben még nem is volt részem. Do, 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 do.